Sziasztok srácok, én Jusó vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb ismeretterjesztő videóban, amelynek a témája a Szexi Videósok 2. Igen, jól hallottátok, Szexi Videósok 2, gyakorlatilag csinos youtubereket, illetve nevezhetjük twitchereknek is, tehát streamereket fogunk nézni, hát csinosak, az tény. Az, hogy ezt miért csinálják, azt nem tudom, viszont hát nektek nagyon tetszett, és az igazság, hogy nekem is tetszik, úgyhogy nézzük meg a következő részt, bonyolódjunk bele, szerintem megint olyan 2-3 csajszit fogunk majd látni, hát csekkoljuk meg, mitől olyan szexik ezek a szexi videósok. Na, jó, kezdődik. Rimmel a musica, azt mondja. Az igen, az a cigizik, az meg twerkel, de már összegyűjtött $170 a csaj, figyeled? Lehet, hogy nekem is ezt kéne csinálnom, srácok. Tehát kitaláltam a tutit. Itt fogok állni, így. Teljesen jó. Mögöttem két szexi csajt fog tverkelni, és ez lesz a show, gyerekek. Komolyan mondom. Tehát... De nagyon örülsz neki. Hú, de vicces volt! Na, ez egy másik? Nem, bár csinosabb. Jók ezek a spanyol csajok egyébként. Szerintem ez spanyol vagy ilyen dél-amerikai lehet. De ezt akkor... Nem, na mindegy. Ezt már megbeszéltük az előzőben, hogy ennek igazából semmi értelme. Nézni tök jó, de hogy ezért én pénzt adjak ki, gyerekek. Hát elmész egy falusi diszkóba, azt... Érted? Íh, azt mondja, íh, szétszakadtam, íh. Nagyon ügyes vagy, tapsoljuk meg. Nagyon jó. Ez kicsoda? Ezt írjátok már, hogy ez kicsoda. Ja, ott van, Twitch Pink. Van Instagramja is, nézzétek meg. De hogy így tornázol? Ez egyébként engedi még a Twitch? Tehát úgy most ez így kajak érdekelne, mert szerintem ilyet már nem lehet csinálni. Mondom én, hogy torna videó! Vagy live, beszarok. Live-ba tornázik, tehát szarrá keresi magát, és még sportol is. Ez a jó, nem? Hú, milyen gyönyörű kis izék vannak ott. Lábak. Na jó, nem, azokra izékre gondoltam ott oldalt. Plusz állatokra. Jó, a Pikachu is. Várja, az mi az ott, cumis üveg? Mi az ott hátul? Egy csomó gyógyszer van ott hátul, meg minden, meg olyan, mint egy cumis üveg is lenne. Na mindegy. Aha, hát ez nagyon érdekes. De mondjuk a csaj nem rossz. Tehát, hogyha azt az oldalát néz... Hello! Ja, az ugyanaz. Na, a végre föl vagy öltözve valahogy. Na? Azért figyeld a donéteket ott fönn, $469. Ho-ho-ho-ho, érted? Na, átöltöztél? Na mi van, elfáradt a tornába, gyerekek. De hogy... De... Tudom, hogy ezt kiveséztük már az előző videóban, amit egyébként itt valahol megtaláltok vagy, meg a leírásban is lent lesz. Szóval... Oké, hogy a stream, de hogy legalább valami kis gameplay mellé, vagy valami. Na, és folytatja tovább. Figyelj, meg se áll! Beszarok. De mekkora ötlet, öcsém! Ha én csaj lennék, gyerekek! Komolyan mondom. Tehát mekkora ötlet! Sportolsz is, szarrá keresed magad, és... Á, de azért a figyeld a gatyát azért összekötötte, hogy jó szoros legyen. Gondolom nem volt elég szoros. Hihetetlen. Na. Te mit csinálsz? Hát ez nagyon szexi. Ez mit csinál? Wow. Gyerekek, túllőttük a pián szerintem, nem? Ez mennyit ijatott? Ez nem tudom, miért volt olyan szexi, de mindegy. De legalább copyrightos a zene. Vicc. Dance sub goal. 0/5. Az mi? Az a dance sub goal. Összejön 5 sub és táncol egyet. Húha. Aha. Na, őt már ismerjük, ott a csodafa, hátul a donétfa. Mi táncizik. Aha. Egyébként utána néztem ennek a csajnak, az a csávója. Ázsiai srác. Bang, bang. De annyira jó, tehát hogy még véletlenül is a csávó áll a tükörnél. Ez mit csinál? Ez nagy poén volt. Uha. Uha. Ezt kivágjuk, gyerekek. Ezt kivágjuk. Ezt nem teszem bele. Na, hát ez... Ez gusztustalan! Ezt nem láthatjátok. Ezt már igen. Na, megjött a gameplay. LOL. A változatosság kedvéért. Egyébként az összes jó csaj lolozik szerintem. Komolyan. Hú, milyen jó kis izéje van, táblája ott oldalt, figyeld! De az egy tévé? Nem, az valamilyen rajzolós tábla, nem? Hát ez nem is lehet, ez olyan régi. Ilyen karácsonyos izé van ott. Gimshark, oh my god, micsoda reklám. Ott King Kong hátul gitározik. Hát na azért a... Érted? Szóval így a csajnak azért így rendben vannak a dolgok, de... Megnézzük minden oldalról, vagy hogy gondolod? Gyerekek, ennek a csajnak olyan ruhái vannak, beszarok, komolyan mondom. Most ápolónő? Ja, hogy ó, ja, ez a cosplayed? Ja, bocs, Akali, nem? Aha. Akali cosplay! Aha. Nagyon jó. Mennyi pénzt kereshetnek ezzel, gyerekek? Hihetetlen. Ezzel el lehet adni minden, gyerekek. Komolyan. Tehát ez... Hihetetlen. LOL. Hát ez kö... De hallod? Ez rohagyabb meg direkt csinálja egyébként. Gyerekek! Rajtam sincs! De... Jó, dőljünk hátra és nézzük, gyerekek! Ennyi. Ennyi. Készen állunk! Ez hülye. Ez legalább jó fej. Edd meg! Most hány zene megy a háttérbe? Ez hülye. Hát ez hülye. Na, srácok, Nem tudom, most erre mit mondjak? Most erre mit mondjak? Komolyan mondom, tehát... Nem, mindegy. Nézzétek, írjátok le kommentben, hogy nektek mi a véleményetek ezekről a streamer lányokról. Igazából, hogy szerintetek ennek van a pozitív vagy negatív kicsengése, kíváncsiak a véleményetekre. Hogyha tetszett ez a videó és szeretnétek még ebből a sorozatból látni, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, jelezni, hogy szeretitek ezt a sorozatot, és nézzünk még ilyen videókat, illetve dobjatok egy feliratkozást is, ha még nem tettétek volna meg. Az Instagramon megtaláltok Kukac TV néven, illetve megtaláltok 1000 millió fórumon is, Facebookon, Youtube-on, Instán, mindenhol gyakorlatilag, úgyhogy akit érdekel, az mindenféleképpen kövessen be és nézze meg ezeket a helyeket. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót is, és nem sokára találkozunk egy következő live-ban vagy egy videóban. Én Jusó voltam, szexisztok!